A délelőtti program fókuszában a kábítószer használók vagy birtoklók álltak. Az elterelés megújításának szakmai koncepciójáról tartott a Népegészségügyi Központ drogmegelőzési osztályának vezetője előadást, amiben mindenki egyetértett, hogy az utóbbi évek pandémia és háború okozta válsága nem segítette a függők számának csökkenését. Mi több, az utóbbi időszakban egyre inkább érintett a függőségek terén az általános iskolás korosztály is. Ugye szerhasználatban ugye belefoglalhatjuk az alkoholizmust, amely eléggé stabil szintet mutat. A droghasználat nagy valószínűséggel növekedőben van, de ennek nincsenek igazi statisztikái, hanem inkább azt látjuk, hogy az életkorban megy lefele, tehát hogy egyre fiatalabb korban jelennek meg, tehát hogy ez megy le az általános iskolás korosztályban már, illetve hát azon belül is az egyre fiatalabb évfolyamokban. A szakmai nap résztvevőit Fehérvár egészségügyi és sporttanácsnoka is köszöntötte. Östör Anna Mária elmondta, a városban működő kábítószerügyi egyeztető fórum működését is megtépázta a Covid. A járvány ugyanis nem tette lehetővé a gördülékeny munkavégzést, ugyanakkor lelkileg megviselte a lakosságot és teret engedett a függőségeknek. Mint a tanácsnok mondta, itt az ideje újraéleszteni a megelőzésről szóló programokat. Én úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy újraélesztjük ezeket a kapcsolatokat, programokat, projekteket terveztünk és hajtsunk végre, bár azért ezt a munkát is el kell ismernem, amit ezek a szervezetek a járvány ideje alatt a nehéz körülmények között is végeztek. A Hímerházban tartott szakmai nap délutáni előadásai már az ADHD tünetcsoport köré szerveződtek, az ADHD családra és gyerekekre gyakorolt hatásairól, és a felnőttkori figyelemzavarról is hallgathattak előadásokat a résztvevők.